Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Nyűgér István sakkoktatóval beszélgetünk. A Generációk Házából jelentkezünk, hiszen mai napon indult el a sakklub Komáromban. Milyen volt az első benyomás? Köszönöm szépen a meghívást. Én örülök neki mindig, amikor olyan érdeklődőkkel találkozom, akik nyitottak a sakkon át, akár logikában, fejlődésre, akár stratégiában, taktikában, vagy egyszerűen egy jót játszani, jól érezni magukat, úgyhogy közben hasznosan is töltik az időt. Többen voltak már ismerős arcok, akik a korábban itt Komáromban indult havi egy versenyeknek a sorozatában már részt vettek, illetve új arcok is jöttek, nagyon sokféle játéktudással, nagyon nagy szórással a korosztály tekintetében is, de mindannyiukkal úgy tapasztaltam, hogy valami jó indult el. Több generációs képviseltette magát, ha jól tudom, akkor 6 éves kortól 8 éves koron át a szép korokig mindenki megtalálható volt itt. Ez mennyire befolyásolja az oktatás nehézségét? Kihívás mindig, amikor széles a skála, viszont van már abban részem így pedagógusi tapasztalataimból is, hogy amikor így nagyon sokféle szinten vannak a foglalkozáson jelenlévők, akkor azért így differenciáltan többfelé lehet feladatokat, ötleteket adni. A legfiatalabb valóban még csak óvodás korú volt, ugyanakkor neki is voltak már alapjai, lépésmódok többségét már ismerte, úgyhogy ott elég volt egy kis ismétlés, illetve kiegészítés. A legidősebbek közül voltak haladók, akik közben már el tudtak kezdeni játszmákat egymás között, illetve mire a legfiatalabbak elfáradtak, még az újdonságban, amit még tanultak utána, akkor nyílt még arra is lehetőség, hogy a rutinosabbak újabb taktikai elemeket is megismerhessenek. István esetében mikor indult el a sakk iránti vonzalmasoknak a szeretete? Amatőr szinten, mint egy hobbi játékos, már gyerek van, szerintem általános iskolás lehettem, amikor megismertem a lépésmódokat családi körben, meg egy-két alap ötletet, kb. Így a figurák értékével kapcsolatban például, hogy miért többet, mint a másik, amire szintén kitértünk ma is már a gyerekeknél is, kezdőknél is, de igazán tematikusan középiskolás koromban volt az első olyan élményem, hogy én egy sakkönyvet is kezembe vettem, és azt így rendszeresen forgattam, amikor így nonhalmán a diákkönyvtárban találtam egy ilyet, ahogy így gimnáziumnak a csapatával az iskolák közötti diákolimpiára készültünk. Utána pedig egyetemi éveimben lettem igazolt versenyző is, az meg Szegeden történt Maróci Egyesületnek a színeiben, de egyébként Veszprém megyéből származom, és ahogy így visszatértem egy időre, segítettem a bajnokságba a csapatnak. Milyen sikerek jöttek aztán az életben a sakk terén? Csapatban igazából megyei harmadik helytől ilyen MB2-es beugrás, besegítés jellegű részvételig vannak főként tapasztalataim, illetve megye kettőben szerveztem saját csapatot is. Annó egy egyetemi éveimben, Csongrád megyében ilyen egyetemi sakkör koordinálásában, illetve a közelben Győr és környéke kapcsán van egy olyan csapat, amit így a Marccal Sokoró Sportegyesület, ami így onnan így indulásban szervezés alatt van. Annak a támogatásával egy másik partner egyesületnek az együttműködésével indítottunk, és ott ebben a megye 2-es csapatban is volt már olyan játékos, akit innen Komáromból ismertem, például a jó Barnabás, aki besegített és szerzett egy szép győzelmet is, becsülettel helytáltunk csapat szinten is. Az csapatvezetőként is egy nagyon jó tapasztalat volt, meg így szervezésben. Játékosként pedig, amit talán így legnagyobb sikeremnek mondhatnék egyéniben, hogy győztem el nemzetközi mestert is Rapid játszmában, versenyen, ezt így a Hurra versenysorozatban, ez éppen a Balaton Lellei versenyen történt így sokfelé. Vannak ilyen versenyek. Egyébként itt Komárom-Esztergom megyében is voltam már nyáron olyan hivatalos versenyen, amit a megyei sakkszövetség szervezett, és ott is így sikerült élő pontot nyerni, úgyhogy azért erős mezőny volt. Ez volt, hogy ilyen 2000 fölötti teljesítményt jutottam versenyen élő pontok tekintetében, de a korlátaimat is látom, érzem ugyanakkor, és tudom, hogy mondjuk nagymesterek ellen azért még úgy nagyon kevés az a játékerő, amit képviselek, de nem is tűzök ki olyan babérokat, hogy most akkor minden téren legjobb legyek, elég, hogyha így azon a szinten, vagy abban a mértékben tudok olyat nyújtani, ami így valahol érték.
ami éppen a nekem való, vagy a rámeső rész. Megtanálnom így, mi korábbi siker volt ilyen pápa környéki első hely egyéniben. Miért kiúvasak? Miért ajánlhatjuk sokaknak, hogy próbálják ki, gyakorolják? Én már nagyon régen sakkoztam, úgy mondom mindig, hogy inkább szeretek, mint ha tudok, viszont mindig azzal kell szembesülnem, ha úgy tetszik, hogy egy nagyon szép játékról van szó, hasznos is? Mindenképpen van haszna a sakknak is, meg a sakk általi fejlődésnek. Olyan képességekre fókuszálva, mint például a logikus gondolkodás, a tervezés, akár algoritmikus szemlélet, amikor sorrendet gondolunk át, vagy mondjuk türelmet is fejleszt például, hogy először érdemes megfontolni, mielőtt valamelyik figurához hozzányúlunk, mert utána már alkalmazható a fogott bábuszabály, hogy azzal kötelező lépnünk. Tehát itt főleg gyerekeknél előfordul, hogy utána mégis más akarnának, mint amit elkezdtek, és ez az életben azért hasznos, hogyha ezt így tapasztalatból le tudják szűrni, hogy vannak olyan helyzetek egyébként is a sakkon kívül is, ahol ha elkezdünk valamit valahogy, akkor nem biztos, hogy tudjuk máshogy folytatni, hanem azon az úton tudjuk folytatni, hogy ahogy elkezdtük, és esetleg egy másik partiban, egy másik szituációban tudjuk azt akkor abban a másik módban megpróbálni, ahogy jobbnak tartanánk. Jól tudom, hogy mindig a fehér kezd. Sakkban világos indul, így van, ugyanakkor van nagyon sok szép olyan feladvány is, ahol mondjuk sötét lép. Én itt könyveket is hoztam feladványokkal is, köztük például akár Mészáros Andrásnak a szerzeményeiből, de Vámos Viktortól is, illetve szoktam még meríteni az Országos Sakkszövetségnek az Ifjúsági Bizottsága által korábban készített munkatankönyvekből, illetve sakmat is a tankönyvekből is. István inkább a fehérrel szeret, hogy a feketével melyik jobb, mint támadóval kezdeni, vagy védekezni izgalmasabb? Szeretek világossal játszani, a tempó előny azért kényelmesebb. Ugyanakkor van egy olyan felnőtt együttműködő partner, aki így arra szokott felkérni segítőként így sakoktatói minőségemben, hogy a sötéttel való játékban tudjon eredményesebb lenni, és nézzünk többféle védelmet hatékonyabban, úgyhogy ebben is van ilyen téren is tapasztalatom. Illetve azt látom, hogy bizonyos szintek fölött válik az csak jellemzővé, hogy világosnak a tempó előnye az sokáig marad, és az eredményekben az tetten érhető, hogy ahol eldől a parti, ott azért már nagyobb arányban világos javára dől el, még jellemzőbb az, hogy ez az eltérés, ez minél magasabb szinte van, annál kevésbé jön ki, és nagyobb a döntetlennek az aránya, kezdőbbeknél ritka a döntetlen, és többször dől el a parti, és ott nincs akkor a nagy eltérés világos javára. Mert sokat hibáznak, magam is. Bizonyos szinthez képest, nagy mesterekhez képest rengeteget hibázom, de nagy mesterek is hibáznak, ez teljesen természetes emberi dolog, ezt is megtanítja a sakk, hogy szabad hibázni, és tanulunk belőle. Hogy dől el, hogy ki melyikkel kezd? Ez versenyeken sorsolástól is függ, illetve van olyan, amikor megállapodás kérdése, van mondjuk körmérkőzésben egy meghatározott rendje annak, hogy ha az elején van egy sorsolt rajtszám, akkor utána ki melyik fordulóban melyik színnel lesz, úgyhogy mindenki játszol mindenkivel, és legfeljebb egy eltérés legyen abban, hogy ki melyik színnel hányszor volt. Amikor meg mondjuk svájci rendszerű párosítás van egy versenyen, akkor meg ennek is megvannak a szabályai, így játékvezető is vagyok sakkban, végeztem ilyen továbbképzést is, és ott is téma szokott lenni, hogy mik az alapelvek a párosítás során. Egyébként ezek a párosító programok, amiket általában szoktak használni a gépi sorsolásnál, ezeket alkalmazzák, de amikor mondjuk kézzel vagy fejben végezzük a párosítást, akkor is azért jó ezzel képben lenni, hogy ott is azért törekszünk rá bizonyos fontosabb szempontok mellett, hogy a szín arányok is azért reálisan teljesüljenek. Kedvenc figura, amivel szívesen dolgozik, vagy lépked, illetve amit nagyon óv a meccsek során? Izgalmas kérdés. Királyra igyekszem a leginkább vigyázni. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy azzal lépnék a legszívesebben, max bizonyos végjátékokban, ahol nagyon fontos a király centralizáció például, hogy jobb pozícióba kerüljön a király, mint a másik. Vezérrel vannak olyan állások, ahol szívesen keresek jó lehetőséget, de a könnyű tiszteknek a koordinációját is nagyon szeretem, amikor jól összetudnak dolgozni, akár mondjuk odáig is, hogy mondjuk egy futó és egy huszár királya segítségével, egy magányos király ellen, ahogy mattot tud adni, az is szimpatikus, ahogy mondjuk azt el lehet sajátítani, az már egy ilyen kicsit magasabb szint a kezdőn túl, de mondjuk egy ilyen középhaladó tananyagba belefér, mondjuk a Learning Chess felületen, amit szintén tudok ajánlani, learningchess.net, országos sakkszövetséggel való együttműködés keretében. Arra is van lehetőség, hogy sakk edzésen, egyesületi vagy iskolai formában részt vesznek,
Azt gondolom, hogy ebben a formában, ebben a kezdeményezésben is tudunk remélhetőleg csatlakozni. Ilyen hozzáféréseket lehet biztosítani. Mert kaptam egy néhány fős keretet, és abból még maradt, és akkor ma is ígértem ki az egyik újabb részvevőnek, hogy akkor neki is tudunk ilyen regisztrációt készíteni, és akkor otthon erre a felületre saját eszközről be lehet jelentkezni, és itt egy ilyen jó válogatás van, ilyen interaktív anyagokból gyerekek számára megfogalmazott nyelvezetben. Hány éves kortól ajánlott elkezdeni? Sokkal. Megosztanak a vélemények. Én azt gondolom, hogy az is nagyon egyénfüggő, hogy kinek hány éves kortól. Mert van, aki már mondjuk óvodás korában, akár 4-5 évesen testhezálló lehet, hogy egy-két figurának a lépésmódját megismerje, és abban így gyakorlatot szerezzen, hogy mondjuk egy táblán lépkedve, akár ilyen gombaszedőnek nevezett lehetőségeket vizsgálgat, vagy mondjuk csak megnyugnak. Lehet nézni, hogy akkor hova léphet egyáltalán, mint hogy mi is csináltunk ilyeneket, meg játékos formában tapasztalatot gyűjteni. Ugyanakkor a tervezésnek mondjuk sorrend előre elgondolásának a képessége az gyakran később válik jobban elérhetővé, illetve az, hogy mondjuk a másik helyébe is tudja képzelni magát, hogyha én ezt fogom lépni, akkor ő majd mit fog válaszolni, és én arra majd mit tudok reagálni. Hát ezek ugye egyre összetettebb folyamatok lehetnek, és hát ki milyen hamar jut el a saját belső fejlődésében, az érettségnek milyen fokára, ez így nagyon változó. De hogyha mondjuk hamar kipróbálnak a gyerekek akár már jóres korban egy-két ilyen alap lehetőséget, abból is már sokszor leszűrődhet, hogy kinek van hamarabb is nagyobb fogékonysága ilyesmire, és ha még nem jött el az ideje, akkor meg nem szükséges erőltetni, lehet várni, aztán majd vagy eljön később az ideje, vagy más az, ami inkább neki való, meg lehet ezt látni idővel. A visszajelzések alapján jól látjuk, hogy akkor lesz folytatás egy hónap múlva újra sakkör, és jöhetnek el majd jelentkezők még? Én nyitott vagyok rá, hogyha szívesen tervezik, benne vagyok.